Az átszervezést követően 14 csapat került az amatőr NBA egy erősebb, piros csoportjába, amelynek nyitófordulójában a Peace Pitch Pingvinek együttesét fogadta az NKS. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első két negyedben végigvezettek a nyíregyháziak, akik 10 pontos előnnyel mehettek a nagy szünetre. A harmadik negyedben ledolgozta hátrányát a Pécs, így az utolsó 10 perc előtt teljesen nyílt volt a mérkőzés. A záró szakaszban felváltva vezettek a csapatok, a végjáték azonban a házigazdának sikerült jobban, így Farkasinszky Gyuláné együttese 3 pontos győzelemmel kezdte a bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat mára igencsak összeszedetten egy csapatként küzdött és hajtott ezen a mérkőzésen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert ugye hol fönt, hol lent, tehát azért igencsak össze-vissza kosárlabdászunk, de úgy gondolom, hogy összeszedték magukat, küzdöttek egymásért, küzdöttek a csapatért. Próbáltunk ugye mindenféle fajta védekezést megnézni, hogy hátha jobban működik. Végül is maradtunk az emberfogásnál, mert talán még mindig az volt az, ami legösszeszedettebb volt. Hiányolom azt, hogy még azért kinti dobásaink sokkal több kellene, hogy legyen. Ugye azért az előző években azért jellemző volt ránk, hogy megvoltak a kinti dobásaink is, nem csak a palánk alatti játék. Most inkább a palánk alatti játék volt az, ami dominált, és kevésbé a kinti dobások. De hát van mit gyakorolnunk, van mire hajtani, van mire gyúrni, és remélem, hogy ez a következőkben ez azért egészen másként fog már működni. A hazaiak legrutinosabb játékos, a Farkasinszky Orsolya a győzelem mellett annak is örült, hogy fiatalabb csapattársai nem ijedtek meg a pécsiek kemény játékától. Egy kicsit a sportszerűzlenség határán játszott már azt gondolom ez a pécsi együttes, de már mi sem vagyunk olyan puhányok, mint évekkel ezelőtt. Hát a vége egy kicsit verekedősre sikerült, de nagyon örülök neki, hogy győzelemmel tudtuk befejezni ezt a találkozót. Ennél többet én nem hiszem, hogy szerethetne az ember. Még a fél időben 10 pont volt közte, ez sajnos a harmadik negyedben egy kicsit lentebb adtuk, de a végjátékra meglett, ebből látszik, hogy azért valamit csak jól csinálunk. A nyíregyházi kosársuli a következő fordulóban vasárnap Budapesten a csatadélyesi otthonában lép pályára.